Szombaton -2 fokot mutatott a hőmérő a Szálkai tónál, aminek a partján rendszeresen kintartózkodnak a kirándulók, sportolók, horgászok. A reggeli órákban azonban az üres tópart látványa fogadott minket. A fagyos idő miatt a tóvíze is befagyott. Ám a szakemberek arra figyelmeztettek, vékony még a jég, veszélyes arra rámenni, mert beszakadhat alattunk. Később megérkezett a hó, és tovább hűlt a levegő. A havas dombokat ellepték a családok, a gyerek zsivaj egészen estig hallható volt a szánkozásra alkalmas területek környékén. Vasárnap estére hétfő hajnalra -8 fokig hűlt a levegő a Dél-Dunántúlon. Az utcák, sportmáják elnéptelenedtek. A kutyasétáltatók többsége is azt mondta, csak addig tartózkodnak a csontéghatoló hidegben, amíg feltétlenül szükséges. Többen kutyakabátot is adtak kedvencükre. Volt, aki azt mondta, rétegesen felöltözve 1 órát bír ki a hidegben, de ez éppen fele annyi idő, mint amennyit kutyasétáltatásra szokott szánni. Most már fázok, most már felmegyünk, már 1 órája kint vagyunk, de egyébként olyan 1,5-2 órát szoktunk gyalogolni, mert őt nem lehet elengedni. Többen a balesetek elkerülése érdekében a fagyos, hóval borított területeken óvatosan, lassan közlekednek. A nagy fagyokat, a -8 fokot azonban örömmel fogadták. Jó, ha több lenne, az is sokkal lenne baj. Legalább egy kicsikét a sok rovart azt elpusztítana. Volt, aki azt mondta, a -8-10 fokos hideg teljesen természetes télen. Tennivalóid ugyanúgy ellátja ilyenkor, mint bármikor máskor. Attól azonban tart, hogy tavasszal is visszatér majd a fagy, jelentős károkat okozva a mezőgazdaságban. Ez természetes, hogy most tél van. Én attól az egytől félek, hogy márciusban is még ilyen idő lesz. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint Tolna megyében kedden még hidegre, havazásra lehet számítani, ám a hét közepén ismét tavasziasra fordul időjárásunk. Csütörtökön a Dunántúlon akár +12 fok is lehet.